Gyula tanyán az utóbbi évekhez képest kiemelkedő a kukorica termése az idén. A fajta kísérleti állomás vezetője éppen azt mutatja, hogy bár van olyan terület, amelyet elkerültek az esőzések, összességében mégis hatalmasak és jól fejlettek a különböző kultúrák. Az idén az elmúlt évekhez képest, különösen a tavévet alapul véve rekordtermése számíthatunk. Tudnélik, a kukoricánál is, mint a többi növényeknél, három lényeges összetevőből tevődik össze. Egy, hogyha a gazda nagyon jó fajtát választ, akár 20-30%-kal is növelheti a termésmennyiséget. A második lényeges momentum, az idén a csapadék elosztás nagyon jó volt, bőséges csapadékot kaptunk, és a kukorica virágzásánál is jelentős mennyiségű csapadék hullott le. A harmadik pedig, hogyha a tápanyagot valaki időben is normálisan kiadagolja, akkor nem lehet gond. És még egyszer a lényeg, hogy nagyon-nagyon nagy termések várhatók a kukoricából az idén. Az időjárásnak köszönhetően is 100 mázsán felül is lehet a kukorica hektáronkénti termés átlaga. Emellett kiemelkedő lehet az idei napraforgó termés is. Ennek következtében már el is kezdtek csökkenni a felvásárlási árak. Még egy hónappal ezelőtt 105-107 ezer forint per tonna plusz bonifikációs határidős ügyleteket lehetett kötni. Most sajnos 91-92 ezer forintnál állunk. Én úgy gondolom, hogy ha az augusztusban nem lesz komolyabb probléma, akkor bőven megfog. Sőt, én úgy gondolom, elképzelhető, hogy a rekord lesz az ország életében az éven, és 650 ezer hektár fölött van napraforgó elvetve, és 3 tonna átlaga beszorozók 2 millió tonna termés körül becsültek a szakemberek. Ha ez tényleg bejön, akkor azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy még esni fognak az árak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 51 ezer hektáron termelnek napraforgót az idei évben. A növény egyre keresettebb az újabb feldolgozó beruházásoknak köszönhetően, így a termőterületek mérete a következő években várhatóan tovább emelkedik majd.